A bajnokság első helyének és így a feljutásnak a sorsa már a rájátszás 5. játéknapján eldőlhetett. Ehhez a tabellán első házigazda Mávelőre SC Berikepnek le kellett győznie a második helyen álló riválisát, a TFS együttesét. A Vogban rendezett mérkőzésen végig szoros volt a csata. Az első szettet a vendégek nyerték, majd fordítottak Nagy Fanni tanítványai, ám ez sem törte meg a fővárosiakat. Az 5. szett döntött végül, amelyet 15-9-re nyertek a fehérváriak, így 3-2-re győztek a párharcban. Pont mondtam a lányoknak, hogyha bárki kérdezett volna, de én nem nagyon szeretek jósolgatni, de 5 szettes meccsre számítottam, mert tudtam, hogy fiatalok és idegesek lesznek, és kicsit feszültebben kezdjük majd a találkozót. De hál' Istennek mondtam nekik, hogy mindenki bízik bennük, a munkát azt elvégeztük, úgyhogy meg fogják tudni csinálni, és ez ki is jött, mert egy csapatként küzdve meg tudtuk nyerni végül is az 5. szettet. Nagy Fanni az év elején vette át a csapatot, amely korábbi önmagához képest szinte szárnyalni kezdett. Én jöttem, mint új impulzus, ez mindenképp akár az én személyemben, vagy bárki személyében egy változást hozott nekik. Én egy kicsit az elején nagyobb hangsúlyt fektettem az erőnlétükre, mert azt gondolom, hogy nem voltak megfelelő erőnlétben a lányok. Nyilván ezt itt a rájátszásban már visszavettünk egy kicsit a kondi edzésekből, és próbáltam a játék minden elebében följavítani őket, hiszen a nagy része 20 év alatti fiatal lány, akiknek még nagyon-nagyon sok gyakorlás kell. Szerintem ebben volt a titok, hogy sikerült feljavulniuk. A Mávelőre Berikep keretét elsősorban fiatal játékosok alkotják. Ezt jól szemlélteti, hogy az együttes java részének még a junior bajnokságban is van egy fontos feladata. Felszabadultabbak a lányok, hiszen tudtuk, hogy ha sikerül a TFL-en győznünk itthon az utolsó hazai bajnokin, akkor megvan a feljutás, de a pünkösdi hétvégén nekünk még van egy U21-es 6-os döntőnk, amiben sikerült a lányoknak 2 hete bejutniuk, úgyhogy még van egy bajnokink, ugye a Budaörs ellen, és utána pedig az U21-es döntőre fogunk készülni. Az Extraliga tagságot kiharcoló felnőtt csapat vasárnap Budaörsön zárja a bajnoki szezont.